Köszöntöm a kedves nézőket! Kiskörösi rendőrkapitányság illetékességi területén történt balesetek vonatkozásában néhány baleset megelőzési tanáccsal szeretném felhívni a figyelmüket a következőkre. Az előttünk haladó jármű lassítása, fékezése esetén meg kell tudni állni. A követési távolság betartása nagyon fontos, és a figyelmes járművezetés elengedhetetlen. Mert a rendelkezésre álló adatok alapján július 15-én 10 óra 30 perc körül egy dunaföldvári lakos az általa vezetett Skoda Fábiával Kiskörösön a Dózsa-György utcában közlekedett, akasztó felől Soltvadkert irányába. Amikor a Dózsa-György út 43 szám előtti útszakaszhoz ért, nem tartott kellő követési távolságot az előtte forgalmi okok miatt megálló Ford Fiesta tehergépkocsi mögött és a hátuljának ütközött, amely következtében a tehergépkocsi az előtte szintén forgalmi okok miatt álló helyi lakos által vezetett Audi hátuljának ütközött. Baleset során anyagi kár keletkezett. Pár nappal később, július 20-án délben egy moronyi lakos az általa vezetett Mercedes személygépkocsival közlekedett Soltvadkerten a Kossuth Lajos utcán Kiskörös irányába. Haladása során a Kossuth Lajos utca 98 szám előtti útszakaszon nem tartott kellő követési távolságot az előtte lassító kiskunhalasi lakos által vezetett Opel Astra mögött és a személygépkocsi hátuljának ütközött. A baleset során itt is anyagi kár keletkezett. Körültekintőbben és figyelmesebben vegyenek részt a közlekedésben, tolatási manőver esetén óvatosabbak legyenek, és akkor elkerülhetőek az ehhez hasonló balesetek. Július 26-án ugyanis 13 óra körül egy kiskunhalasi lakos az általa vezetett Fiat Ducatóval közlekedett Kiskörösön a Sárkány József utcán. Kossuth Lajos utca kereszteződésénél elsőbségadási kötelezettsége miatt várakozott, amikor a Kossuth Lajos utcáról a Sárkány József utcára bekanyarodni szándékozó járműszerelvény segítése céljából hátramenetet hajtott végre. A rendelkezésre álló adatok alapján figyelmetlenségéből a járműve hátsó felépítményével a mögött álló Suzuki SX4 személygépkocsi elejének nekitolatott. Baleset során anyagi kár keletkezett. Gépjármű vezetők figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy fokozottabb a vadveszély az utakon, ugyanis megkezdődött az őzek párzási időszaka július végén, ami augusztus közepéig tart. Ilyenkor az őzek hirtelen felbukkanása intenzívebb, mindenféle veszélyérzet nélkül rohanhatnak ki az útra, bármikor keresztezhetik a közlekedők útját. Vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a legjobb módszer a figyelem, a fokozott óvatosság és a csökkentett haladási sebesség. Közlekedésünk során vigyázzunk rájuk és természetesen magunkra is. Ne feledjék, a balesetek megelőzhetőek, és a legjobb megelőzés mindig a közlekedési szabályok betartása. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!